Obecnie w Polsce nie ma tygodnia, gdzie by nie toczyło się jakieś postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędziom. Nie jest ważne, co jest zarzutem. Chodzi o to, żeby prowadzić postępowanie, jak w procesie Kafki. Én nagyon régen láttam dokumentumfilmet. És ugye annyira máshoz vagyunk szokva így a film meg a vizualitás terén, ez a naturális valódiság, a szó konkrét és elvont értelmében is. Ez nagyon mélyen megrendíti az embert. Jest po prostu moim obowiązkiem, zwłaszcza teraz, kiedy strajk kobiet walczy o prawa obywatelskie. Vannak bizonyos társadalmi, meg szociális, meg élethelyzetei embereknek, amikor szerintem nem tud mást lépni, mint hogy a saját igazsága, vagy a saját meggyőződését végigviszi. És akkor ebből így mi rájuk nézünk kívülre, és azt mondjuk, hogy ellenállók lesznek. És különben szerintem ez nem is így működik, tehát ellenállóval nem tud senki sem válni, nem. Csak ellenálló, vagy hogy nem, döntéssel nem tudsz ellenállóvá válni, valahogy ellenállóvá válsz. Engem nagyon mélyen érintettek, hogy egyáltalán nincsen, hogy bármilyen, tehát hogy bármilyen eredménye is lenne annak, amiért küzdenek. Tehát legfeljebb annyi van egy film végén, hogy nyitva van hagyva a kérdés. És akkor volt olyan film, ahol a stáblista utolsó betűjéig végignéztem, hogy hát megjelenik egy mondat, hogy igen, fogadták őket a parlamentben, vagy nem tudom, mi történt. Here in Hong Kong, which is reeling from some of the most dramatic scenes in years, where protesters are once again gathering to voice their fury. Ha nagy történetekkel találkozol, még ha azoknak nem is kvázi pozitív a vége, vagy eredménytelen a vége, szóval az mindig inspiráló, hogy látsz embereket úgy működni, hogy tényleg semmi más nem befolyásolja őket, mint az igazság. Tehát, hogy valami normalitásnak a keresése, vagy hogy a normalitásért igazándiból akár még az életüket is hajlandóak feláldozni. Együnk, igyunk, aludjunk, nevessünk, szeressünk, éljünk, és hogy élvezzük azt, hogy vagyunk. Számkarul. Teatriki, pont a lengyel filmet gondolkoztam azon, hogy mi nincs nálunk ilyen. De ki csinálja meg, miből csinálja meg, hol csinálja meg, hogyan csinálja meg. Prokuratúra wystąpiła o uchylenie mojego immunitetu sędziowskiego. Az nagyon megrendítő volt, hogy nagyon pontosan volt mutatva ennek a srácnak az összeomlása. Tehát, hogy tényleg, előtted szűnik meg. Ezt kell viszont tobottam a kábul! Tobottam a kábul! Ez a kénhasszás film, nekem az volt a... És ott is főleg az, amikor a legdurvább és legborzalmasabb pillanatokban valaki elénekelte azt, hogy elvitte a szél a tetőnket, és akkor rögtön elkerült 8 dob. És akkor 9 szólamban elkezdtek énekelni, elvitte a tetőnket, és ettől már valamiféle felszabadulás volt, vagy felszabadultság volt. Ennek az arányát megtartani, mennyire vagy közel és mennyire vagy távol, biztos ezen nagyon nehéz. Ebben a műfajban talán a legnehezebb. Ott ez nagyon pontosan el volt találva. Meg azt nézni, hogy emberek milyen körülmények ellenére is. Az nagyon felemelő, vagy az nagyon erőt adó.